Hétfőn egy történelmi léptékű közlekedésfejlesztési projekt zárult le a térségben. Átadták a forgalomnak az M25-ös út még hiányzó szakaszát, amely közvetlen összeköttetést biztosít a megyeszékhely és az M3-as autópálya között. A témában beszélgető partnerem Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője. Szervusz Eszter, és köszönöm, hogy az Eger Hírek rendelkezésére állsz. Szervusz, nagyon köszönöm a meghívást. Hasonló utak építésére már számtalan példa létezik Magyarországon. Ennek tükrében milyen rövid, illetve hosszú távú hatása lesz a hétfőn átadott M25-ös útnak a térség életére? Nagyon fontos szerintem kiemelni, hogy az elmúlt 10 évben a kormány azon dolgozik, hogy felkarolja a vidék Magyarországát szemben a korábbi szocialista kormányokkal, akik magukra hagyták a vidékieket. Ugye láthattuk az M25-ösnek az esetében is, hogy már 2003-ban volt politikai ígérgetés arról, hogy meg fog épülni ez az út, és hát az egrieknek, illetve a térségben élőknek majdnem 2 évtizedet kellett erre várniuk. Ugye az is fontos, hogy a térségben, a vidék Magyarországának a felkarolásával munkahelyeket teremtettek, ugye az egész észak-magyarországi régióra jellemző ez is. Gyakorlatilag a Modern Városok programnak ez az egyik célja, hogy a vidéki nagyvárosokat fejlessze. Ennek a része egyébként az infrastruktúra fejlesztés is. Ugye az volt a cél, vagy az a célja, az egyik célja ennek az infrastruktúra fejlesztésnek, hogy minden megyeszékhelyhez jusson el gyorsforgalmi út. Ez már Veszprémben, Szombathelyen, Salgótarjában megvalósult. Most már Egerben is, és nem sokára, tudtam, a Sopron következik. Tehát ez az útfejlesztés ezért is nagyon fontos. Ugye össze kell kapcsolni az egyes centrumokat, hogy ne egy vízfejű legyen az ország, ne Budapest központú legyen, semmilyen téren így a közlekedés terén sem. És hát azért is volt ez az időzítés az átadásra nagyon jó, hiszen tudjuk, hogy a koronavírus járvány miatt belföldön sokkal fontosabb, és támogatnunk az itteni turizmust, és biztonságosabb is. Tehát valószínűleg több turistát is odavonzhat Egerbe és a környékére ez az új út. A múlt héten látott napvilágot az a hír, hogy 5 év múlva akár meg is kezdődhet egy újabb történelmi léptékű közlekedésfejlesztés a térségben, ez az Egri elkerülő út építése. Erről a hétfői M25 átadó Nyitrai Zsolt, a térség országgyűlési képviselője is beszélt, mint egy új célt kijelölve a következő időszakra. Mit jelent, illetve milyen pozitív hozadéka lehet ennek a beruházásnak Eger és az agglomeráció számára? Szerintem itt is nagyon sok szempontot lehet figyelembe venni. Egyrésztről nyilvánvalóan egy útépítés, az mindig munkahelyeket is teremt, munkát vissza a környékre, de egy elkerülő útépítése azért is fontos, mert a forgalmat eltereli a városból, a városon kívül vezeti azt le, és ezzel nem csak az a helyzet javulhat, hogy megszűnnek a dugók, vagy legalábbis kevesebb autó halad át a városon, hanem nyilván így a környezeti szempontok is javulhatnak, javulhat a levegőnek a minősége, és nyilván az Egerben élőknek is a közlekedési feltételei javulhatnak ezáltal. Párkányi Eszter, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen.